Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket. Ez itt a Hitkesznek a legújabb adása, amelyben Fodor Sándorral, a Marosás Elhíd gyülekezetel fogunk beszélgetni. Én Hamar Márk vagyok, a mai adásunkban pedig Pünkösdről és ennek jelentőségéről fogunk beszélni. Szia Sándor! Szervusz, én is köszöntöm a hallgatókat. Pünkösd van. Miért olyan fontos ez a keresztény világ és a keresztény egyházok számára? Hát azért az az igazság, hogy talán ez az az ünnep, amit nem bírunk kellőképpen hangsúlyozni. Sokkal nagyobb a jelentőséget úgy gondolom, mint amit úgy megadunk neki. Sokkal nagyobb tisztelettel és nagyobb tartalommal bír. Ugyanis mondhatjuk ezt az egyház születése napjának is. De mondanám inkább, hogy Isten újra az emberek közé jött pünköstkor a Szent Szellem, vagy Szent Élek által mind a két kifejezést használhatjuk. A lényeg, hogy Isten harmadik személyére gondoljunk. A, az ember a Ádám óta sovárog vissza az Isten jelenlétébe. A és óta valahogy az ember nem találja se, hogy a helyét. És pünköstkor újra egy természetfeletti, valóságos, tappintható, élményszerű, tapasztalata lett az embernek Istennel kapcsolatban, ami nyilván, hogy nagy csodálatot is vált ki némelyeknek, szinte botránkozást, de valójában mindenki örül neki, meg magának a, 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 a spirituális tartalmának. Ennek a megnyilvánulása, meg, meg, meg a többi dolgok, azok vitát kavarnak, de maga az, az igazság ez közös, és a keresztény egyházak döntő többsége nagy tisztelettel és örömmel ünnepli ezt az ünnepet méltán, vagy mondanám, hogy még, még, még sokkal nagyobb lelkesedéssel lehetne ünnepelni, mert ennek a jelentőségét szerintem nem bírjuk előképpen hangsúlyozni. Milyen hatással lehet az emberre az, hogy többet tud a Szent Szellemről? Miért fontos egyáltalán Szent szellemről beszélni, ismeretet szerezni róla? A Szent Szellemnek a karaktere, vagy a, a fő jellemzői és a, a személyiség jegyei, amit a Szentírás lejegyez, ebből mi azt tudjuk meg, hogy egy nagyon finom szeméről van szó. Nem egy tolakodó, nem egy erő, erővel betörő, hanem galamb, vagy szellő, vagy valahogy egy olyan finom személyre kell gondolni. Na most, hogyha nem megfelelőképpen fogadjuk, vagy viselkedünk feléje, ő megszomorodik, mondja a Biblia, meg tud szomorodni, és úgy gondolom, legalábbis az én értelmezésem szerint visszavonul. Tehát olyan helyen, ahol mostohán bánnak vele. Ez nem azt jelenti, hogy ő elvegy, de mint minden személy, ha kedvezően fogadják jól, mint magát Jézust is, ahol jól fogadták, ott sok csoda lett. Ha nem jól fogadták, ott, nem, ott kevés csoda lett. De úgy gondolom, hogy emiatt fontos, hogy megismerjük, hogy meg tudjuk adni önnek az öt megillető tiszteletet, és azokat az áldásokat, amiket az Isten nekünk ajándékozott a Szent Szelemen keresztül, át tudjuk venni. Ha nem tudunk vele bánni, Könnyen úgy járható, mint a, a viccbe, hogy ö, Amerikából küld a, a, a lány az apjának egy e, e, iPad-et. És ö, mondja, hogy nagyon sok mindenre használna, azt egy idő után felhívja, hogy édesapám használja, a, a, amit küldtem, hogy ne, azt mondja, olyan jól lehet rajta vágni a hagymát. És tényleg jól lehet rajta vágni a hagymát, de azért nem erre való, és ettől is milliószor többre való. Körülbelül sok ember így van a szent Szellemmel, és Az nem arról szól, hogy egy kicsit megvédelmét, egy kicsit. Ő maga az, aki az embert feltölti új élettel, új lendülettel, él. életben tart bennünket a keresztény útpályálfáson. A talán a letanítványok tanítványok történetében, meg konkrétan pünkös. De... Megtörténésekor láthatjuk azt, hogy mekkora változás hozott az emberek életében, akár Péter esetében, vagy később ugye Pál fordulata is ennek köszönhető. Minden személy életében szükség van egy ilyen fokú fordulatra, vagy ez lenne a normális, hogyha Szent Szellemmel találkozik, betöltekezik, akkor egy ilyen változásra van szükség? Talán a kedves hallgatók miatt fontos lenne egy kicsit ezeket a fogalmakat tisztázzuk különböző stációi vannak az Isten szellemével való találkozásnak. Ilyent látunk Saul életében. Őnek is volt egy nagyon nagy átélése, de az ő életében mégsem látunk változást. Dávidnak az életében is látunk egy nagy találkozást, de viszont az életében nagyon nagy változás hozott. Hogy mekkora változáshoz hoz ez az életünkben, ez az embertől, szemétől is függ de döntő többségében azt gondolom, hogy ha a, a Szentélek megkapja az öt megillető helyet, azaz, ami testünkbe költözik be, akkor az az egyén egy felruháztatik, így ezt a szót használja Károli, szerintem nagyon jó, aki szó felruháztatik olyan, plusszal olyan jelek és jellemi újdonságok jelennek meg, ami azelőtt az emberből hiányzott. És itt arra gondolok, hogy megjelennek az isteni, az Isten emberéhez illő vonások gyümölcsökben, ajándékokban, de mint ilyen a szeretet, ilyen az erő, ilyen a józanság, van ennek a természete szintje, és amikor az Isten szelleme beköltözik az emberbe, ezek egy teljesen természetfeletti módon, túlcsorduló módon elkeznek az ember életébe megjelenni. Óriási kincsek. Csak gondoljunk vele, hogy mit jelent az, hogyha valaki benne van a szeretet szelleme, a, a, az erős szelleme. Hát az rengeteg dolgot az életben az ember ismer valamilyen módon tudja, hogy hogy kellene, de nagyon sokszor pont az erő hiánya Na most a Szentélek, amikor eljött a tanítványok életébe, és ma is ez így van, ha valaki ez bejön, akkor nem egy ilyen állandó kívánsági szinten marad, hogy hát emberek vagyunk, szeretnénk a jót, igyekszünk, Isten látja a lelkünket, akarjuk, de mondjuk, de emberek, stb. És valahogy az ember meg, megszokta magát ki, Eh, magyarázni vagy kivédni, hogy hát ezért nem tudom, mert ember vagyok. De azért jött a Szent Szellem, hogy azok a, a, a korlátok, amik alapjáraton bennünket fékeznek, mint embereket, ezen átvegye, átsegítsen, és bevegyen bennünket az Isteni atmoszférába, a természetfeletti világba, a természetfeletti átélésekben, de a legfontosabb nem az átélés, úgy gondolom, hanem a természetfeletti élet formában. Itt gondolok arra, hogy a keresztény élet alapjáraton egy természet feletti életforma. Azt elvárni egy embertől, hogy mindent higgyen, megbocsásson, szeressen, boldog legyen, vidám legyen. Ma a mai életkörülmények között szerintem abszurditás. Nem képes rá. De ezért jött a Szent Élek, hogy bennünket alkalmassá tegyen, lehetőséget nyit, megnyitja a kaput, hogy igenis mi is erre alkalmasokká váljunk. És az a csodálatos, hogy, hogy eh, ahogy az emberi karakternek megvannak a természetes gyümölcsei, velejárói, ugyanígy a Szent Életnek is megvannak a isteni karakterei, és ha beköltözik egy emberbe, akkor természetéből elkezdi azokat a dolgokat cselekedni, ami addig lehetetlennek tűnt. Tehát nem egy ilyen, megszakadásig erőlködés a keresztény élet, hogy úgy kimondanám magam, de nem, hát ugye mi keresztény vagyok, vagy úgy meg nem tudom, mit csinálnék. Nem, hogyha az ember a Szent Szellem benne van, és megtermi az önuralom ajándékát, akkor az önuralom úgy megterem, mint a megyfa, ahogy megtermi a megyet. Ő nem erőlködik, az benne van a kódolva ezekkel kapcsolatban több kérdésem is lesz, de előtte kicsit e, rákérdeznék, hogy a te személyes életedben mindez hogyan történt meg, mi, milyen volt az első találkozásod a Szent Szellem, kérlek mesélj erről. Én kisgyermekkorom óta figyeltem az embereket, olyan ö, családban nőttem fel, és olyan körülben mozogtam már, hogy én láttam embereket, akik azt állították magukról, hogy van nekik egy tapasztalatuk Istennel, meg a kifejezés az változik vallástól és csoportok függően. Őszintén én azt gondoltam, hogy teszik magukat, ha nem lett igaz. Nem, nem, akarom magam felmenteni, de egy, egy ateista tanítást kaptunk az iskolában, ahogy, ahol azt akarták, arról akartak meggyőzni, hogy az valamit látsz, érintesz, az, amit nem, az nincs. És én láttam, hogy valamiről beszélnek, és úgy bennem volt, de jó lenne, ha igaz volna, de az, az lehet, hogy az csak hazugság, az egész csak ők képzelik. És éveken át számomra egy hihetetlen volt, de figyeltem őket távolról, követtem éveken át, hogy mi ennek a valósága, és őszintén kicsit nem, hogy irigyeltem, de hogy úgy, ó, de jó lenne, ha igaz volna, de nekem ez annyira szépnek tűnt, hogy azt hittem, hogy ez nem is igaz aztán közben én is kicsit felcseperedtem, megtértem Jézus Krisztushoz, behívtam az életemben, beismertem, hogy védkeztem, tehát hogy elkezdtem a, a, bibliai igazságokat kutatni, és megpróbáltam az életemet rendbe hozni. Csapán volt egy nagy baj, hogy ez nem sikerült. Olvastam a Szentírást, már tudtam, hogy körülbelül mi bűn és mi nem bűn, vagy legalábbis egy részét, igen, ám csak nem sikerült ezt a mindennapi életben élni. Rengeteg kudarcon volt. Mondanám, hogy az akkor keresztény életemben több volt a kudarc, mint a győzelem. Szinte elkeserítő is volt, hogy hát, hogyha ebből a kereszténységgel köztem nem lehet végigcsinálni, hát nem lehet állandóan, állandóan kudarc. Minden este úgy fekszem le, hogy Istenem, ma is elrontottam egy csomó mindent, hát, adj nekem még egy kegyelmet, de már szégyeltem a végén, mondom, hogy imádkozzak, mert mindig ugyanazt csinálom. És történt egy nagyon nagy változás. Egy, e, meglátogattak barátaim, ismerősök voltak inkább akkor még, és kérdezték, hogy szeretném, hogy imádkozzanak, értem ők. persze, hát nagyon nagy szükségem van rá, hogy ne, örömmel. És hogy rám tették a kezüket, és elkezdtek imádkozni, egy furcsa dolog történt velem. Addig számomra teljesen ismeretlen volt, uh, Na, nehéz megfogalmazni, mert nem annyira az érzelmeimre hatott, mint a belsőmre. Azt éreztem, hogy valami nagyon-nagyon pozitív energia vonult be a lelkembe, testembe, valahol a mélyembe. Ugyan én vagyok, de minthogyha meggyújtottak volna egy kandallót bennem. Már nem a külvilág hatása volt rám olyan erővel, hanem éreztem, hogy bentről most egy nagy hatalmas energia reaktor begyulladt, nem fog semmi, nem tud már megállítani. Egy más ember lettem. És attól a minutomtól, attól a pillanattól fogva az Istenem való kapcsolatom teljesen megváltozott, és ez az arány, a kudarc, győzelem arány a mindennapokban megváltozott totálisan. Mondhatnám, hogy, hogy, hogy 90 győztes voltam, és mondjuk 10 a vesztes. Körülbelül ez így lehet mondani. De, de, nem is tudom összehasonlítani azt a keresztény életet. Így vagány az élet. ugyanakkor egy természetfeletti élményben is volt részem. Olyan erővel jelent meg számomra ez a belső valóság, hogy, hogy egy fajta nyomás hogy mondja, imádjam Istent, imádkozzam. De én nem is, nem is tudtam a szavakat formálni, egy olyan érdekesen belülről tört fel, mindegy gejzír így jött, hogy imádkozom, addig, addig csak olyan kényszerből, na most imádkozni kell, most ima óra van, majd biblia óra, imádkozni kell, persze, hogy imádkozni kell, de mikor belülről jön az emberbe, akkor az természetes és magány. Tehát egy nagyon nagy, és ami a nagyon izgalmas, hogy ennek közel 50 éve, és pontosan olyan uh, elementáris nagy erővel tör fel most is, a mai nap is ugyanolyan erővel tört fel, mint azon a nap. Tehát nem semmilyen uh, megszokás, uh, alkony, elkopás, vagy valami, valami szomorú uh, uh, érzelmi vonata nincsen, hanem inkább azt mondanám, hogy hogy egy olyan az örökké valóságból egy kóstoló, hogy van valami, ami pont olyan fantasztikus, fresh, ropogós, vagány. Ez az egész keresztény életemet átítatja, és ezt tesz engem, számomra ezt teszi vonzóba a keresztény életet. Ez is lett volna az egyik kérdésem, hogy változott-e azóta, de jó hallani, hogy ez nem így történt. Mindenkinek van lehetősége ilyen megtapasztalásra, hogy vannak esetleg olyan dolgok, amik ezt akadályozzák? Nyilván, hogy lehetnek akadályok is. Az egyik legnagyobb akadályt úgy gondolom, hogy saját magunkba kell keressük. Mert most mondok valamit. Megjelenünk egy vendéglőbe, és egy olyan ételt hoznak, amit soha nem ettük. Például lehetnek ilyenek a tengeri kütyük, ahogy szoktuk még mondani. Ha, ami nem kóstolja meg az ember, mint például én is, és sosem kóstoltam meg egyetlen egyet sem eddig, talán egyszer ettem, amikor hogy tudjak róla, talán egyszer, de emmivel nem ismerem, félek tőle, és nem is kívánom, nem is akarom. A Szent való betöltekezést sajnálatos módon Némely keresztény egyház a múltra datája, hogy ez valamikor nagyon jó volt, kellett a tanítványokat, de ma már mintha nem lenne annyira aktuális. De amúgy a Szentírást alaposan áttekintve és tanulmányozva, megtaláljuk, hogy semmilyen múlt idő nincs benne. Azt mondja, hogy akik hisznek. Nem azt mondja, akik hittek, hanem akik hisznek. Tehát az jelen időre van. Új nyelvekkel szólnak, betegekre vették kezüket, tehát egyértelműen a Szent Élekkel való együttműködésről ö, ad leírást a már 16, 16 18 ö, Vagy az abcsel, ö, hogy vesztek erőt, ez is egy, egy ö, olyan ö, jövő időről szól, nem azt mondja, hogy vettek erőt, és aztán ez elmúlt, hanem vesz, Jézusnak egy proféciáját idézi, hogy majd eljön a Szentélek, és vesztek erőt. Én Az én értelmezésem szerint mindenki számára elérhető, de a legjobb forrásban is, hogyha nem veszük le a dugót az üvegről, akkor nem tudjuk megtölteni. Nem a forrás a hibás. A Biblia a, az új, a utolsó időket úgy jellemző, mint a késő esőnek az idejét. Tehát most, hogyha az ember kiáll az esőbe egy nagy záporba, akkor nem kell erőlködjön, hogy megtötse az edényét, mert az megtelik. De ahhoz nyitva kell legyen az edénye. Ha teli van, szeméttel, hogyha előítéletekkel van, mint esetleg egy rossz étellel, á, nem lehet tudni, annyi rosszat hallottunk, a furcsa az nekünk, Ami valóban lehet benne sok furcsaság, vagy, vagy mondanám az, hogy van sok furcsaság, de az előítélet, nagy, aján, nagy, akadály is tud ez lenni. Ezért fontosabb, és fontos, hogy bibliai ismeretünk legyen, szentírásból kutassuk, hogy mit mond a szentírás, mert lehet, hogy a mi tradíciónk ellene szól, vagy valaki másnak a tradíciója, de mi ne tradíciónak éljünk, hanem Istennek. Mégis talán vannak említetted, hogy a legtöbbször magunkban van a hiba, vagy magunkban kell keresni az akadályt, de vannak olyan akadályok, amik külső tényezők Teszem fel például azt, hogy vannak egy egyének, akik már megtértek, szeretnének az Úr járni, többször kértek is imát ebben a témában, és valamiért késik, vagy még nem tapasztalták ezt meg. Minek lehet köszönhető? A Biblia nem határoz meg időpontot. Nem azt mondja, hogy, hogy kell imádkozni, akkor 15 perc múlva uh -huh. betölt. Én általában nagyon röviden szoktam imádkozni az emberekért, mert hogyha a fedő le van csavarva. Ha az az egyén helyén van, általában egy perc alatt ennek ö, megjön az válasz. Ha nem jön olyan hamar meg, akkor meg kell nézni, mi a baj. Valami baj van. Vagy előítélet van, vagy a lelke meg van terhelődve. Most ha például meg nem bocsát van vagy valami olyan, olyan bűn, amit az élető nem is vesz észre, néha mi se tudjuk. Hát az ezek vagy, vagy, vagy öm, olyan. Öm, előítéletek mind, vagy olyan tanulmányokat olvasod, és akkor igazából nem tud rá hangolódni megfelelőképpen. Ez egy olyan az Istentől való áldás, mint a csatorna, rá kell hangolódni. Tehát lehetnek ö, technikai hibák, de mindenkinek csak azt tudom, üzenni, nem kell elkeseredni, többször kell imádkozni, van, akire kell többször imádkozni, és mi van, nem számít olvashatunk az igében Szent Szellem ajándékairól is, meg te is említetted a korábban. Ezeket hogyan tudjuk sajátunká tenni, hogyan tudjuk ezekből részesülni, mert az egyszeri megtapasztalás az egy dolog. Másik az, hogy ezeket az ajándékokat tényleg az életünk részébe tegyük. Ezek az ajándékok a Szent Szellem ajándékai. Ez a Szent Szellem keresztségkor költözik be velünk, és általában egy-két ajándék szokott megjeleni az elején a nyelvek szólása, és mondjuk esetleg egy, a kilencből, vagy a még több is van szerintem, abban a hűségesnek kell lenni, és akkor aztán, amikor kevesen hű az ember, kapja többet. Van olyan, aki szolgálatajándékot is kap hozzá, aki amint a, a apostol, pásztor, evangélista e, 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 Ilyen is, de van, aki csak a Szentlélek ajándékait kapja, mint a hit, nyelvekszorlás, profétálás, kijelentés ajándéka, csodatevő ajándék. Nagyon nagy ajándékai vannak, tehát ezeket nem kell összetéveszteni, de mind a Szent Szellemtől van. De általában az az, az a tapasztalat, hogy ezek fokozatosan jelennek meg a szolgálaton az embernek, de nem, nem kell feladni, ha egyből nem jön be. Nézzük meg, például ott van Dávid, először megjelenik nála a dicséretnek egy kiemelkedő ajándéka, nagyon gyönyörűen dicsére az Istent, hárfázik, stb. Majd később megjelenik, mint had, hadvezér, tehát nagyon jó szervező, az is egy ilyen kiemelkedő. Aztán derül ki, hogy ő igazából ő proféta, rengeteg profetikus oltárt ír, és mint király, és tehát látjuk, hogy ezek így menet közben Isten ö, ö, megáldja a, a szolgálatát, és növelik a, az ajándékokat. A, a szellemi ajándékokat nem kell összekeverni a szolgálat ajándékokkal, ez kettő különböző, de mind a kettőnek az a közös, hogy az ember hűséges, és a vizsgákon jól átmegy, mert fontos a karakter is, mert most, gondoljunk csak bele, az ajándéknak olyan, mint egy, 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 egy mikor például megtöltenénk aranyjal az edényt, azért nem pohárba tennénk. Azt szétfeszíteni, tehát hogy a karakternek is kell közben fejlődni. Ezért általában kisebb ajándékkal kezdésten látja, hogy jól, jól gondozzuk, növekedünk, stb. és is akkor így növekszik. Említetted, hogy az életed során, vagy az életed elején ugye változott a bukások és a, a, siker, a győzelmek aránya. De azt is említetted, hogy 90 10 szóval van az a 10. Minek köszönhető az, hogy miután az ember veszi a Szent Szellemet, és látszólag áttörések történtek, mégis vannak területek, ahol akár bukások jönnek, akár egymás után is. Szerintem ez egy, egy, ez egy nagy tévedés azt képzelni, hogy a keresztény életben nincsenek bukások. Ha ez így volna, akkor nem olvasnánk a Bibliába, hogy a nagy. Istenek nagy emberének az életében ne lennének, ne azért vannak leírva a Szentírásban, ha az ő életükben benne volt. Ha így nézzük, még Ábrahamnak is vannak hibái. Izsáknak is talán egy nagy hibát. Jákobnak az életében többet. Józsefnek az életében is van. Dávidnak az életében is látunk. Én úgy gondolom, hogy az emberi gyarlóság, karaktert, te, traumák, deformációk ö, könnyen ajtót nyitanak a, a, a kudarcok előtt, nem Isten meg, meg, Még megtanuljuk a, a, a fortéját a bizonyos dolgokban. Például nem egy új munkahely, az ember találkozik új emberekkel, új kihívás, és sokszor előfordul egy rossz befolyás, csapdába lép az ember. De azt megtanulja, kezelje. Aztán jön az élethoz egy újabb helyzetet, azt is elsőre előfordul, hogy belelép az ember, aztán megtanulja. De ez ilyen a házasság, ilyen a gyermeknevelés, ilyen a szülői e, e, a, a, szerep. És minden szerepben vannak újak, újdonságok, amire vagy fel tudunk készülni, vagy nem. És azért. De vannak, egyszerűen hordozzuk szerintem a, a az nem, azt mondom, hogy a jó, ha tisztában vagyunk, hogy az ember nagyon gyarló. Tehát anélkül, hogy akarjunk, jó szándékunk ennél, és sokat tudunk hibázni. Akkor egy kicsit pontosítsak, bár te is kitértél rá Dávid esetében különösen, hogy nem csupán bukásokról, hibákról ragondolnék, hanem akár bűnökről is Dávid esetében, hogy a házasságtörés meg egy halálos bűnnek is felel meg. Hogy fér össze, hogy az emberben van szent szellem, és egy halálos bűnt követel? úgy, hogy a Szent nem robot, és nem robotokat csinált belőlünk. Ő indít, ő vezet, de mondtam, egy olyan nagyon finom személyiség, ihlet, de ha mi hallgatunk rá, nyerünk, ha nem hallgatunk, az a mi hibánk. És azt gondolom, hogy ezért csúszik be sok hiba. A másik, hogy a, a Szellemi telítettség szintje is változik. Van, amikor az ember a helyén van. Dávid, Dávidnál például azt látjuk, hogy először a szellemi telítettség volt alacsony. Mindenki ment harcolni, neki harcolni kellett volna, de ő fáradt, ott otthon maradt. Tehát vannak alkalmak, amikor az ember a, 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 valahogy lazít a szellemi életben, és akkor szoktak megjelenni a, a nagykodarcok. Hogy az ember nagyon szorosan eh, követi az urat, akkor a kudarcok eh, kiz, eh, szintén kizártak. Látjuk Péter Apostol is. Ő nem, eh, ő, ő nem azzal kezdte, hogy megtagadta az urat. Ő azzal kezdte, hogy távolról követi Jézust. Így, így írja azt a, a szentírás. Először az, az a szoros bizalmi kapcsolatot lazított, és aztán utána tudjuk, hogy tagadás lett a vége milyen gyakran kell megújítani, vagy milyen gyakran kell közelebb kerülni, vagy kérni az urat, hogy közelítsünk ő hozzánk, mert vannak olyan tévitek, hogy egyszer lehet betöltekezni szent szellemel, és az egy életig kitart. Mikor van ez, amikor az ember kell ehhez, ebbe az irányba lépjen? Most az elektronikus világban ez jól hasonlítható pontosan, hogy egy elektromos autót vagy telefont újra és újra fel kell tölteni ahhoz, hogy a paraméterében működjön. Ugyanígy az ember ahhoz, hogy keresztény paraméterében működjön, fel kell tölteni Szent Szellemmel. Ez azért változik, mert teljesen más az, otthon van, csendben végzi a dolgát, és teljesen más, amikor kimar a nagyvilágban, ezerrel pörög az élet körülötte, a kísértések is sokkal intenzívebbek, tehát olyankor jobban oda kell figyelni, akkor jobban merül az akkumulátor. Most én például javasolom mindenkinek azt, hogy minden nap legyen egy újra töltése. Amúgy ma már szinte minden telefont, most persze vannak jó, jobb telefonok, de az átlagos az telefont majdnem naponta kell tölteni. Én úgy gondolom, hogy a lelkünk is ilyen. Minden nap egy táplálni kell az igével, kicsit feltölteni, azután E, jó, ha hetente, két hetente, vagy ha vont egyszer csinálnak egy kicsit ilyen nagy mosást. Én például a hétvégeket szerettem nagyon, hogy akkor sokkal többet tudok foglalkozni, még mi ebben nem zavar annyira semmi, akkor nyugodtan belemérdek az ige tanulmányozásában, Sőt, hogyha tehet az ember egy hónapban kétszer, egyszer, még jobban. Tehát úgy, az, az, a, úgy jó a, periodikus periódikus újratöltés különösen, hogyha látja az ember, hogy valamilyen területén lemaradt, vagy vagy kudarc volt, akkor, akkor még jobban odafigyelünk erre. A Biblia bölcsesség szellemeként is, is említi a Szent Szellemet. Hogyan tudunk a Isten vezetésében járni, vagy uh, hogyan tudjuk azt elérni, hogy a na napi helyi küzdelmekben, a napi döntéshozatalunkban jól döntsünk, elvégre a bölcsesség Re van legnagyobb szükségünk ezek, ezeken a területeken? Hát az a helyzet, hogy én például azt figyeltem meg, hogy és én is így csinálom, amikor nagyon nehéz nap vár rám, tudom, hogy nehéz döntéseket kell hozni, tanácskozni. A Szentírásnak az összetételében is ez felfigyel, megfigyelhető például. A példabeszédek könyvek azok a bölcsesség könyvek. Az ember olvas a, a, a példabeszéken, a, akkor a bölcsesség szelleme tölti be. És tudatosan érdemes olyan ö, ö, olvasmányokat olvasni, olyan úgy kérni, mert maga a Biblia is arra postom, hogy kérje, ezért kérni kell, uram, kell a te bölcsességet, adj nekem bölcsességet. Az Istennek a vezetése az több szinten működik, nem mindig úgy, hogy sugjon nekünk Isten. Van, amikor az ember érez valamit, és úgy, jó, úgy vezeti az Isten. Van, amikor a köröm, környezetünk olyan, adja magát, és úgy vezet az Isten. Valamikor meg szabadon döntünk, akkor azt szoktam mondani, igazság, békesség és szent szellem által való öröm. Tehát ha ez megjelenik a döntésben, akkor, akkor, jó a dolog. Azért érdemes úgy csinálni, hogy ma eldöntöm, de holnap fogom tovább mondani. Nem mondok senkit sem. Eldöntöm, hogy na, holnaptól ezt csinálom, alszunk egyetlen. Ha reggel látjuk, hogy sokkal nagyobb a az örömünk mind este volt. Ebben a döntésben ez egy nagyon jó jel. Ha meg a nyugtalanság váltja fel az örömet, és áh, nem is tudom, viszonytalanság, olyankor várni kell, mert akkor valami nem stimmel. Tehát én ezt így, így élem, meg így szoktam csinálni. Akkor gondolom ugyanez a, az, a tanács arra is, hogy, vagy a válasz arra is, hogy nem a adott esetben így különböztetjük meg azt, hogy valami a szent szellem vezetése, vagy csak a saját akaratunk, képzeletünk, vagy akár éppen félelmünk. Ugyanígy az tanács Igen, erre. igen, én ezt a rendszert használom, ezt régóta. Tehát mindig veszük egy döntést. Most mondjunk egy munkahely döntést. Az, hogy legyen igazságos. Mert itt is fontos. Például, ha számítógépes képzést kaptam egy cégnél, a cég belinfektetett mondjuk rengeteg pénzt, egy, mert egy, -egy ilyen kúzusos, az rengeteg pénz. Miután elkaptam egy csomó minősítést, erre bejelentem, hogy fiúként leléptem, mert kaptam túl fel a jobb ajánlatot. Például ez nem felel meg az igazságnak, mert valaki fizetett. Annak van egy ideje, amit én vissza kell szolgáljam? Valószínűleg a szerződésben is le van kötve, de ha nincs, akkor is van morális kötelességem. Nem, nem korrekt, hogy csak úgy, úgy lelépjek két, három, négy, öt, hat, hét évet is érdemes, ha az emberben nagyon sokat befektettek. Tehát az igazságot. Vagy ha egy cégnél a, a cégnek a titkait tudom, és csak egyik napról mások elmegyek a konkurenciához, és oda átviszem, megint nem igazságos. Tehát azért ezeket így, ez például meg kell vizsgálni, igazságon áll, a korrektség, a korrektség az rendkívül fontos. Isten, Isten egy nagyon korrekt Isten és azt figyeltem meg, hogy az inkorrekt emberek nagyon nagyot vesztenek, tehát ne, elveszíték az Isten támogatását. Tehát nem lehet, hozzá, nem lehet pótolni minden szempontból. Mi a különbség a Szent Szellem és a lelki ismeret között? Azért kérdem ezt, mert ugye a bűn ismerete, amikor vannak ilyen kérések, hogy na bűne ez, bűne az, akkor rendszerint vagy a válaszban benne van, hogy vizsgáld meg magadban, legtöbb esetben az ember tudja már a választ, csak próbálja kikerülni. Ugye ezt lelkiismeretnek szoktuk hívni, belül sugja az, hogy mi az irány. Ugyanakkor mégis lelkiismerete az embernek van már születésétől fogva, úgy gondolom. Még szent szellemről nem ezt tudjuk. Van-e átfedés köztük? Hol a különbség? Mi a különbség? Én elválasztanám a kettőt. Azt mondanám, hogy a, az minden emberben a lelkiismeret egyfajta módon az az Isteni eredetünkre val. Mert, mert egy olyan belső hang, ami valamilyen módon a jó és a rossz között segít el, eligazodni, anélkül, hogy bárki is mondta volna. Én emlékszem, jó gyerekkoromban a, 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 Csináltam ilyen rossz dolgokat, nem mondta nekem senki. Én nem is voltam akkor sem megtérve se semmi. Nem tartottam magam kereszténynek, nem, nem voltam nem éltem a Biblia a Szerint mégis én tudtam, hogy amit teszek ha nem jó vagy jó. Amikor az ember megtér és betöltkezik Szent Élekkel, akkor a lelkismerete általában a, a, egy nagyon fontos hangja, szószólója magának a Szent éleknek. Nagyon jól megerősíti a, a lelkismeretet, és sokkal erősebb hangja lesz, és sokkal tisztában. Nyilván azért vigyázni kell, mert ebben még nagy tényező a neveltetés és a kultúra is. De nyilván vannak liberális családok, ahol nagyon sok mindent megszoktak, és akkor az ember. A, ezt is lehet, azt a határokat egy kicsit lökni jobbra-balra. Fontos, hogy ezt is úgy bekalibráljuk a szentírás alapján, de általában uh, uh, megerősíti és nem ellenemond, mond. Nem, de nem, nem, nem azonos, semmiképpen nem azonos. Szent a való betötekezés, elég gyakran szokott világi körben mi különösképpen, de akár keresztények körében is bodránkozásokat okozni, vagy gúnytárgyává tenni egy adott szemét éppenséggel. Mitől függnek ezek a külső megjelenések, külső megnyilvánulások? Az az igazság, hogy az első perctől az volt. A Szentírásban minden Esetben, amikor valakit az Isten ereje meglátogatott, a többi ember számára elég furcsa viselkedés volt. Ez így volt Dáviddal, amikor bement a Jeruzsálemben, és a felesége kintről nézte, az ablakból nézte, és akkor azt mondta, hogy úgy viselkedtél, mint akinek elmentek otthonról. Pedig Dávidnak úgy természetes volt. A viselkedésünket a belső energiaszintünk határozza meg, ami egy, amikor egy boldog, nagyon boldog embernek természetesen hogy és hülyéskedjen, egy gyászba levő embernek meg az a normális, hogy szomorú és fáj és sír. Nem szabad szerintem egymás, a magunk állapotát számon kérni egy másik ember állapotán. Hagyjuk meg mindenkinek nagy tisztelettel, hogy élje meg az a saját életét. Azonban, amikor a, a, az isteni erő beköltözik ebbe a, a halandó, korlátolt materiális testben, nyilván néha elég furcsa megnyilvánulások vannak. Ott volt a, a pünköstkor, azt mondta, az itt a részegek. Még azt hozta fel Péter, hogy reggel van, tehát még nem tudtak megrészegedni. Tehát annyira valóságos volt. Nagyon nehéz megfogalmazni, mert hogy, hogy most pont hogy fog megnyilvánulni. Az biztos, hogyha egy ember mondjuk nem tudom, egy kicsit megrázza mondjuk egy kicsit az áram, nem nagyon csak egy kicsit, akkor hát az elvisítja magát, a furcsán viselkedik. Ha nem tudjuk, hogy mit csinál, hogy őt megrázta a vélemény, akkor mondjuk, hogy de furcsa ez az ember. De ha tudjuk, hogy megráztak, hogy jaj, de jó, hogy túlélte akkor már nem azon foglalkozunk. Mi nagyon gyakran a viselkedésnek túl nagy jelentőséget adunk, pozitív vagy negatív formában. Egyiket se tartom jónak. A Szent való betöltekezésnél nem látom különösebb jelentőséget annak, hogy kibe ez, hogy nyilvánul meg. Teljesen mindegy. Van, aki csendben beszívja az Istennek az erejét, és az egész életén ez csodálatosan látszik. Van, aki sír, van, aki nevet, van, aki boldog, van, aki örömmel ugrál. Talán, talán egy kicsit a focimeccset lehetne hasonlítani. Amikor a kedvenc csapatunk győz, akkor nem, nem nagyon tudjuk visszafogni magunkat, hanem azt mondjuk, hogy hát gól, igen, tényleg. Ugye az utóbbi időben is lehetett látni egy jó, jó meccset a Szebeni, Szebenbe. Hát azt hiszem, hogy aki azt a meccset nézte, hát az, az majdnem nyugtatott kellett vegye, hogy ne kapjon. Ne álljon meg a szívem, mert végig olyan fordulatos meccs volt, hogy nagyon-nagyon izgalmas volt. De amikor győztek, akkor mindenki, sőt, még az ellenrukkerek is teljesen tisztelettel voltak, hogy most ők győztek, és teljesen normális, hogy ugrálnak örömükbe, nem bírnak magukkal. Tehát a Szent való betöltekezés egy időben a győzelem szelleme, egy időben az öröm szelleme, egy időben a szeretet szelleme, egy időben a jóság, egy időben annyi jó van, hát persze, hogy az ember pillanatnyilag azt se tudja, hogy reagálja, hogy most örüljön, most sírjon, a világosságnak is a szelleme, a felgyújtják a világ, ah, oh, mennyi mindent elrontottam. Na de van jövőm. És ebből adódik, hogy a viselkedésem eléggé nagy amplitudóval kimozdul. De ennek ugyanakkor én úgy gondolom, nem kell túl nagy jelentőséget uh, tulajdonítani. Ezt mind az ember, uh, uh, mind minden ember az érzelmi életét otthon úgy éli meg, ahogy jónak látja. Ezt ugyanúgy diszkréten kell kezelni. Én azt javaslom, hogy ezt nem kell feltétlenül publikum előtt bemutatni, hogy milyen mennyire. Él, nagy élmény nekem a szent élek. Ezt többnyire kis közösségben meg lehet élni, vagy otthon, a családi körben, vagy egyedül a belső a, a Nyilván a nagy közösségekben ez általában sokkal konszolidáltabban jelenik meg, de ez a mindennap más területén is ugyanígy van. Amban szerelmes az ember. A, a szerelmét nagyon korlátozottan fejezi ki egy nagy publikum előtt. Még az esküvőn is, amikor mondják, hogy most csókolja meg az ifjú pár egymást, akkor is lehet látni, hogy elpirulnak, és akkor hát megcsókolják, de azért úgy egy kicsit szemérmetesen. Miért? Mert a publikum előtt korlátoltan fejezzük ki az érzelmi világunkat. Ez ugyanúgy érvényes a szellemi dolgokra, amikor a Szent Szellem, mert is hatalmas nagy átélése van az embernek, de ennek csak egy részét mutatjuk meg, mert nem tartozik ez a publikumra de ez nagyon intenzív tud lenni, nagyon erős tud lenni, egészen az meg megállomásig, megáll, áll, sőt, van azon felül is, nekem is volt ilyen egy pár olyan, hogy a film elszakadt, teljesen elszakadt, fogalmam nincs, hogy egy, egy ideig mi történt körülöttem, egyáltalán nem tudom. Azt sem tudom, hogy ez egy perc volt, vagy 25 perc volt. Tehát egész az elragadtatásig. Tehát olyan, hogy például Péter elragadtatott egy más helyre, és akkor ott kapott egy látomást, de ő maga se tudta, maga Pál is, meg azt se tudta, hogy, hogy ő ott volt, vagy csak átélte, csak látomása volt. Tehát a spirituális élet a fizikai ember számára óriási lehetőséget is nyílt, kezdve a nevetéstől, a boldogságtól, a sírástól, az érzelmi megnyilvánulástól, de ennek nincs itt vége, ez, ez egész az elragadtatásig. És igazából, mikor visszajön, majd Jézus el fogja ragadni az övét, az, az is egy hatalmas nagy manifestáció lesz, csak a különbség az, hogy nem jövünk vissza. De addig van ennek ilyen, és nem szabad, ez alapján, mint hogy egy házasság. Nem az alapján ítéljük meg egy házasságot, hogy az esküvőn milyen jól megölelték egymást az ifjúpárt. Tényleg az, az az akkor. az nem tart ki egész élbe. Az lehetett nagyon szép, lehetett nagyon romantikus, vagy kevésbé, de a döntő nem ez, hanem az, hogy hogy ápolják majd a jövőben, és akkor az életük gyümölcséből majd elmondjuk, hogy milyen volt. Ugyanígy. Nem szabad ennek az Istennel való közösségi életünk érzelmi vonatkozását összetéveszteni a gyümölcsökkel. Lehet valaki nagyon extatikus megnyilvánulás így csodálatos, majdnem az a, a egekbe jár repül, stb. A mindennapi életében meg kell nézni. Jézus viszont azt mondja, a gyümölcseikről ismertek meg, nem az átélések szerint. Lehet valaki nem, nagyon nagy átélése, de az nem hitelesíti. Említettem az előbb, Saul nagyon nagy átélése volt, egy egész nap profétált, és nem hazug proféta volt, hanem profétált, valószínűleg teljesen jó, jó dolo, helyes dolgokat. Ennek ellenére a mindennap életében a gyümölcs nem, nem változott. Ezért az ő életében annak nagy jelentősége nem volt. Nem beszélünk egy megtérésről. Ez ma is így van. A Biblia a, a hangsúlyt a gyümölcseikre. Azt mondja, a gyümölcseikről ismeritek meg őket. Ezért helyén kell kezdeni a gyümölcsöt, az ajándékot és a megnyilvánulásokat. Mindegyiknek megvan a maga szerepe, helye a, 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 az ember életében. Hallgatok kedvéért, azért elmondám, hogy a román kupa döntőről volt szó, és a 11-es párbaja dönt, dölt el, ezért voltak elég sokan utolsó percig Izgalom. izgalomban. Ha már foci párhuzam, akkor ezzel kapcsolatban, vagy ugyanezt ezt folytatva kérdezném meg, hogy kell-e a, a megnyilvánulásokat irányítani, vagy lehet-e egyáltalán? Ugye a szurkolóként is azért benne van, hogy ha mellettem van az ellenfélnek a szurkolója, azért visszafogjuk magunkat. Szerintem igen, az embernek van szabad akarata. Én döntöm el, mennyire adom át magam a pillanatni érzelmeknek, és mennyire nem. Olyan hely nem tud az ember, ha, át, nem tudja magát átadni az érzelmének, ha egy ellenséges hangulatban van. Én nem is helyes. Megvan az Istennel való járás intimitásának a helye, van, ami a publikumra tartozik, és mindig van egy, azt mondja az írás, hogy a proféta, hogy a szent szellem és a profétaság szellem enged, alá van rendelve a profétának, tehát egy embernek a szabad akarata eldöntet, hogy most átadom magam, vagy nem adom át magam, vagy úgy korlátoltan adom át magam, finoman, a maga Pálapostól arra tanácsol bennünket, hogy erre vigyázzunk, és ne adjuk át magunkat ha olyan környezetben vagyunk, ahol ez botrányt okoz. Az 1 Korintus 14 az én értelmezésem szerint erről szól, amikor utasít a szentírás, hogy hogy kell ezeket használni, mikor, milyen mértékben, hogy ne arról legyünk híresek, hogy örültek vagyunk, mert nem azok vagyunk. Hanem van egy nagyon nagy átélésünk, egy csodálatos átélés amúgy, csak nem tartozik ez a publikumra, és ezt erre vigyázni kell, ne okozzunk senkinek ezzel problémát. Nem szégyeljük, szívesen elmondjuk, meg tudjuk magyarázni, amit meg tudunk, azt is magyarázunk. Ha érdekli valakit őszintén, azonban nem, azért adja ezt az Isten, hogy ezzel másokat sokkoljunk. Zárásként még egy kérdés. Most, akik ezt hallgatják, pünköst, hogyan lehet megélni mai nap, folyamán egy olyan személy számára, aki ezzel vagy csak részben találkozott, vagy csak, vagy egyáltalán milyen tanácsot tudsz neki adni? Azt mondja Bibi, hogy aki kérjétek és adatik, azt mondja ez hogy Jézus, hogyha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni, mennyivel inkább áldozni, mennyi atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Én mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy nagyon őszintén kérje Istentől, hogy töltse be a szent szellemével. Minél inkább, minél jobban, hogy a mindennapi életben legyen egy olyan csodálatos pártfogunk, támaszunk, mint a szent szellem. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Ennek pedig, kedves hallgatók és nézők, köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten ugyanebben az időpontban találkozunk. Ne felejtsenek el addig feliratkozni. YouTube csatornánkra, Facebookon és Instagramon is követhetnek. Addig a viszontlátásra.